tanévnyitó nehézségekkel, új szabályokkal és vidám elsősökkel. Baba köszöntő, városi ünnep és családi körben. Nyárzáró táborozók a János Somorjai baseball pályán. Köszöntöm Önöket, ez a János Somorja Televízió heti híradója a város legfontosabb történéseivel. Eggyel kevesebb osztály, de azok zsúfolt létszámmal. Okos eszközök tiltása, matek, kémia helyettesítés és két szakvégzettség nélküli munkatárs a katedrák mögött. Nehéz helyzetből indította az év elejét a város iskolája, mindezek ellenére a tanévnyitón az elsősök öröme felhőtlen volt. Első út az iskolába. A szentpéteri Klavszki elsősei búcsúztató óvodájukból vonultak át a suliba, felsőbéves diákok vezetésével, és léphettek be először a nagy kapun, amit még sokszor megtesznek a következő 8 évben. Itt az iskolatársakkal együtt meghallgathatták az évnyitó műsort, amiben a nyár örömei és az iskola kihívásai is helyet kaptak, ahogy Gáspár Tünde igazgató köszöntőjében is. Beszeptemberült, kedves gyerekek! Az évnyitón Lőrinc György polgármester a jubileumi emlékév jegyében kis ajándékokkal üdvözölte az elsősöket. Kicsit emlékezetessé tesszük az elsősöknek is ezt a jeles 20 éves jubileumot, és ebből az alkalomból egy kis ajándékcsomagot állítottunk össze az elsősöknek. A városi címeres tornazsákban a tanulást segítő apróságok lapultak, amit a gyerekek nagy örömmel vettek használatba, és vittek a tantermekbe az évnyitó után. Itt már a könyvek garmada fogadta a gyerekeket, és az első tanári szavak tele információval és a találkozás örömével. Az óvodából trombita szóval érkező elsősök a központi iskola udvarára is ünnepélyesen vonultak be, a felsőbévesek tapsoló sorfala között. Őket az igazgatók és a diáktársak várták. Sőt, a hőség miatt is remek megoldásként az udvaron berendezett első tantermükben mindjárt a padokba is ülhettek. Megtudhatták azt is, mi minden új várja őket a falak között. Könyvek, füzetek, radír, minden nap kellene itt fog. Jelentkezzen, akinek ez mind itt van. Ők is átvehették a város ajándékát, a címeres tornazsákot és a benne lapuló taneszközöket Bella Zsolt igazgató alpolgármestertől. Sokan várták már a tanévkezdést közülük, mindenhol a tanulás vágya volt a meghatározó. Miért lesz jó, ha tudsz majd olvasni? Hát, mert akkor nagykoromban is tudok olvasni. Nagyon akarok tanulni. Mit akarsz megtanulni? Angol nyelvet például, meg írni, olvasni, és ilyenek. És miért pont az angol nyelvet? Azért, mert szeretem. A tanévnyitó után aztán a díszletekből az igazi tantermükbe vonultak. Idén többek maradtak még egy évet az óvodában, így az eddigi három helyett két első osztály kezdi meg a tanulmányait János Somorján, azok viszont magas létszámmal zsúfolt termekben. Péteren 25, Jánoson 28 az osztály létszám. Vár az udvar, tornaterem. De az évnyitó nem csak köszöntő versekkel fogadta a diákokat, hanem új szabályokkal is, amikről Bella Zsolt is határozottan szólt beszédében. Iskolánkban biztosítjuk a tanulók számára a szükséges digitális eszközöket, ezért felhívom mindenki figyelmét arra, hogy ne hozzanak mobiltelefont az iskolába, mert nincs rá szükség. Az egyéni okos eszközök vihart kavart országos iskolai blokádja úgy valósul meg János Somorján, hogy a központi iskolába nem lehet behozni saját okosórát, mobilt. A Klavszkiban ezeket osztályszinten begyűjtik az órák előtt, ahogy teszik már régóta, mert a kisebb, közösségi szellemiségű közegben ezt meg tudták oldani. Bella Zsolt igazgató hangsúlyozta, mivel a megfelelő tárolást az intézmény jelenleg nem tudja megoldani, mindenkit kérnek, hogy az ilyen eszközöket hagyják otthon. Egyelőre. Ugyanis reményei szerint pár héten belül szekrényekkel segítik majd a diákokat, hogy az iskolából kilépve már használhassák eszközeiket, ami manapság egyre több fontos dologhoz kell, ilyen például a fizetés vagy akár az utazás a buszokon. Én nem akarok felelőtlenül ígérni, de én úgy gondolom, egy 2-3 héten belül ezt a problémát meg tudjuk oldani itt a központi felső tagozaton. Ahogy említettem az előbb, a Klaszkiban és az alsóban nem olyan nagy ez a probléma. Az alsósok azért kevésbé hoznak mobiltelefont, amennyit hoznak, azt a kollégák el tudják zárni. De én úgy gondolom, hogy erre pontot egy 2-3 héten belül
tudunk tenni. És ezt akkor a szülőket, diákokat tájékoztatjuk róla, és reméljük, hogy egy megnyugtató megoldást tudunk találni. Sok az egyéb változó is. Idén már más, még ki nem tapasztalt minősítő rendszerben kell értékelni a pedagógusokat az intézménynek. A tanári kar is sokat változott a nyár végével. A testületből 8 fő hiányzott, ebből 7-et sikerült pótolni. A matek és kémia órákat helyettesítéssel oldotta meg az iskola. 2 olyan tanár állt munkába, akinek nincs pedagógiai végzettsége, erre a jelenlegi szabályozás lehetőséget ad. 13 kislányt és 8 kisfiút köszönthetett János Somorja kedden a fél éves baba köszöntőn. A művelődési házban fogadás, ünnepi köszöntő műsor és ajándékok várták a meghívott családokat, köztük a város 100 000 forintos baba kötvénye is. Csodálatos pillanatok a művelődési ház nagy termében, hely szülők babáik kalakarjaikban. Ismét baba köszöntőre várta a város az elmúlt fél évben születetteket, most 21 kisgyermeket. Olyan jó így együtt feküdni az ágyban. Őket vetített képek és megható műsor köszöntötte prózával, verssel, dalokkal. Úgy váltam rád, édes kisfiam. A gyermekekkel foglalkozó helyi egészségügyi szféra, a művelődési ház és az önkormányzat már 2017 óta rendez ilyen kis ünnepségeket. Ebben a fél évben 8 kisfiú és 13 kislány született. Ezzel szimbolikusan is a városlakók soraiba fogadják a csöpségeket, hangsúlyozta köszöntőjében a polgármester. A fogadás egyre népszerűbb lett az évek során. A köszöntő után minden ünnepelt kis ajándékcsomagot kapott a várostól, a rendeletnek megfelelteknek pedig 100 000 forintos baba kötvényt is biztosít a város. Az önkormányzat többelemű programmal segíti a kisgyermekes családokat, amelyek folytatására a jövőben is nagy hangsúlyt fektetnének. Ilyen például a 2 éve bővített és felújított bölcsőde további csoporttal való kiegészítésének terve. És én bízom benne, hogyha így marad a születés szám, akkor lehet, hogy újabb bölcsődei férőhely bővítésre lesz szükség, elvileg a területünk ehhez rendelkezésre áll. De nagyon fontos a helyi fiatalok kedvezményes, akár a piaci ár feléért való telekhez segítése is, ami nagy siker volt az elmúlt években, közel 40 eladott telek, 30 helyben építkező helyi fiatal jelzi a sikert. Ezt is folytatná a város a következő ciklusban, új területeket kijelölve. Most látom, hogy visszaállunk sajnos a korábbi születés számra, de az önkormányzat ugye most indul az új 5 éves ciklus október 1-én, az új képviselőtestület, és már beszélgettünk a jövőbeni tervekről, és szeretnénk folytatni ezt a programot. A meghívott családok szinte mindegyike örömmel tett eleget a meghívásnak, az ünnepség utáni fogadás pedig jó közege a város baba barátságáról szóló tapasztalatok és tanácsok megosztásának. Eddig minden igényünk ki van itt elégítve, tehát akár a baba foglalkozásokról beszélünk, tehát hogy itt minden van. Isten igazából, ami szerintem jó lenne, ha lenne, az egy babaúszás itt a városban, de egyébként meg ugye a bölcsödének a kapacitása, ez mindig egy kardinális kérdés, úgyhogy ez talán ezzel lehetne. De egyébként teljesen rendben van minden, köszönjük. Az elmúlt 2 év kiugró születés száma után most az éves átlag 50-re látszik visszaállni ez a szám, ami a korábbi évek városi átlaga volt. 70%-os eredményt mondhat magáénak az önkormányzat, ami a most záródó ciklus terveit illeti, ráadásul mindezt Covid-dal és válsággal nehezített pályán ért el János Somorja. Múlt héten a ciklus utolsó rendes képviselőtestületi ülésén mérleget mondta az 5 évnyi munkáról Lőrinc György polgármester a testület számára. A polgármester a testületi ülés után az éves közmeghallgatáson is beszélt az eredményekről. Kiemelte, hogy a ciklus gazdasági és közösségi céljainak kitűzésénél figyelembe vették a képviselők ötleteit, de fórumokat tartottak, ahol a lakók elképzeléseit is megkérdezték, és beépítették a tervekbe. Közel 100 célt tűztek ki, aminek a 70%-át elérték, vagy már elkezdhették a programot. Ennek eredménye, hogy számos közösségi tér, parkok jöttek létre. Több mint 20 nagyobb pályázaton nyertünk, összesen több mint 1 milliárd forint feletti fejlesztési forrást. A kisgyerekes családokat is tudták segíteni, akár babakötvénnyel, akár játszótér felújítással, vagy kedvezményes telkekkel, aminek köszönhetően közel 30 helyi fiatal építkezhetett a településen.
Az út- és járdaépítés pedig már a második ciklus óta kiemelt fontosságú program. Ebben a ciklusban több mint 60 utcában sikerült járdát építeni, közel 11 km hosszon, illetve több mint 7 km belterületi utat újítottak meg vagy építettek. A záróakkordok a Városháza alaksori rendezvénytermében zajlottak, ahol a város megköszönte az októbertől leköszönő testület munkáját. A jelenlegi testület közül csak Winkler László és Jánó Zoltán nem folytatja októbertől, ők nem indultak újra, így ők különleges tapsot kaptak. De a városvezetők megköszönték a munkát a testületet és a bizottságokat segítő munkatársaknak és az intézményvezetőknek is. Második alkalommal gyűjtötték csokorba a szervezők a helyi és környékbeli lecsórajongókat. A szombati parti a lókertbe várta elsőként a helyi lecsófőzőket, majd a kóstolókat is. Közel egy tucat baráti társaság gyűrközött neki a válogatott alapanyagok feldolgozásának, hogy a lecsó számos fajtájának vagy rokonételének egyikét elkészítsék. A szemfüles és korán érkező kóstoló találhatott itt klasszikus lecsókat sokféle ízesítéssel, töltött paprikát, a francia ratatouille-t vagy lecsós tésztát is. A szervezésben a Lovas Sport Egyesület forgatta a karmesteri pálcát, a társaskör, a művelődési ház és az önkormányzat támogatásával és segítségével. A résztvevőknek a városvezetés is gratulált a helyszínen, az estét koncertek és egy igazi retro diszkó zárta. Közösségépítő nyárzáróra várta a Hanságligeti programszervezők csapata azokat a lakókat, akiknek, ahogy a rendezvény szlogenje szólt, együtt dobban a szívük lakóhelyükért. A társaság évek óta rendez programokat, főként a gyerekeknek, például gyermeknapon vagy Halloween ünnepén. Most elsőként szerveztek nyárzáró délutánt a sportpályán, ahol szintén a gyerekek öröme volt a fő szempont. Számos játék, vetélkedők, lovaglás és más érdekes program várta a közönséget ingyenesen, amelyek mindegyike a helyiek összefogásából valósult meg. Este apa-anya táncverseny és retro diszkó tette teljessé a nyár lezárását. A főzőversenyben a városvezetés is bekapcsolódott zsűriként, akik a helyszínen gratuláltak a szervezőknek és résztvevőknek egyaránt, jó példaként ajánlva másoknak is a ligeti közösségi programokat. Még nyugodtabban várhatják a kapást a madárerdei tónál horgászók, de akár a kirándulók is. Múlt héttől egy esőbeálló menedékház segíti majd, az időjárás viszontagságai elől fedelet keresőket a tópartján. A menedékházat múlt szombaton avatták fel, igazi piknikkel, ahol bográcsban halászlé, a grillen pedig más finomságok illatoztak. Az Erdészeti Horgász Egyesület kezdeményezte faház létrehozásában segített sok egyesületi tag, barát, de az Erdészet és János Somorja város önkormányzata is. A menedékházat a közel 40 éve egyesületi tag Csarlai Zoltán elnök adta át a tagságnak és az érdeklődőknek. Kiemelte, az elmúlt években egyre többen járnak ide, nem csak horgászok, hanem kirándulók is, sokan kerékpárral. A hirtelen támadó viharok, vagy akár a tűző nap miatt is nagyon fontos volt az épület felállítása, ami bízik benne, sokaknak nyújt majd segítséget. A madárerdei tó a 60-as években jött létre, a megszűnő kabicski termelés nyomán, azóta kiránduló és horgászhelyként is népszerű. A tó halállományával az egyesület gazdálkodik, így horgász élményként is kiváló választás az itteni stégek egyike, vagy akár a csónakos horgászat. Második alkalommal rendezett baseball tábort a János Somorja Rascals, ezúttal a nyári szünet utolsó hetében. A nagy meleg ellenére napi két edzésen vett részt mindenki, óvodásoktól a középiskolásokig. Ráadásként minden napra jutott valami érdekes, színes program. 35-en dacoltak a kíméletlen hőséggel a vakáció utolsó napjaiban a János Somorja Rascals pályáján a baseball táborban. A naponta reggel 8-tól délután 5-ig tartó program önmagában is fárasztó lehet ilyen körülmények között, ám a gyerekek lelkesedése végig kitartott. Milyen volt a baseball tábor? Jó! És mi tetszett benne a legjobban? Minden! Az egyéni és csoportos fejlesztések főként a dobásokra és a futásra koncentráltak, de minden nap voltak egymás közti edzőmérkőzések is. A fejlődés mindenkin érezhető volt az 5. nap végére. A flyokba, a hosszú dobásokba, meg a futásba. Szerinted könnyebb annak ez a tábor, aki baseballozik, vagy mindenkinek egyformán könnyű, vagy nehéz? Hát valakinek nehéz, valakinek meg könnyű. Kinek nehéz és kinek könnyű? Aki mondjuk most kezdte, annak még nehezebb, de aki már régebb óta jár, annak meg már könnyebb.
Voltak olyan táborozók, akik még nem tagjai egyik korosztályos csapatnak sem, de ősztől ők is csatlakozhatnak a Rascalshoz. A szervezők igyekeztek változatossá tenni a tábort az edzések mellett. A baseball az persze nagyon fontos eleme a dolognak, a szabad programra és annak a betervezésére, amit a gyerekek nagyon szeretnek, mert kell némi szabadság a táborba, és a délutáni programok, hogy legyen egy fix előadó, akit meg tudunk hívni, nem feltétlen a baseballal vagy sporttal kapcsolatban. Így a Zöld János somorja mellett hegymászó élményekről is hallhattak előadást a résztvevők, de zenés produkciónak is tapsolhattak. A szabad programok közül kiemelkedett a spanyol nyelvlecke, amit a felnőtt csapat három venezuelai játékosa rögtönzött a gyerekeknek. A dél-amerikai légiósok edzőként is segítik az egyesületet, keretbe kerülésük pedig komoly erősítés a Rascals számára, hiszen jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. 2009-ben kezdtem baseballozni Venezuelában, aztán három évig a St. Louisban játszottam az Egyesült Államokban, utána visszatértem Venezuelába, majd Kolumbiába igazoltam. Négy évvel ezelőtt Dél-Koreában légióskodtam. Nagyon tetszett az ott töltött két év, de azért elég kemény volt. Ezután jöttem Európába. Először Svájcban, aztán Csehországban játszottam, majd következett egy olasz és egy német kitérő. Most pedig itt vagyok, aminek nagyon örülök. Fekete Csaba és Fekete Balázs munkáját a softball és baseball csapat fiatal játékosai is segítették az öt nap során, bár a lányok közül négyen igazoltan voltak távol. Ők Hollandiában szerepeltek a felnőtt válogatottal az Európa-bajnokságon. A záró program idén is a szülők elleni meccs volt, ahol a gyerekcsapat papírforma győzelmet aratott. A tábor után csak egy hét maradt a pihenésre, mivel azonnal kezdődik a felkészülés a szeptember 14-én induló bajnoki rájátszásra. Jövő héten a Malom Fesztivál kezdi meg a Városnapok program sorozatát. A három nap alatt láthatunk színházat, blues rock és mesekoncerteket, illetve kiállításokat is. A szombat estét az Ivar and the Parazol koncertje koronázza meg. Ezek voltak a legfontosabb hírek a héten. Híradónk végén köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!